Ünnepi szentmisével vette kezdetét a Szent István napi program Szekszárdon. A Béla király téri római katolikus templomban ezt követően ökumenikus kenyérszentelés és áldás következett, majd az új kenyeret Ács Rezső a város polgármestere szegte meg. Ezután az ünneplők a Babits Mihály Kulturális Központ melletti Szent István szoborhoz vonultak. A Szent István szobornál Orbán Attila a Tolna megyei közgyűlés alelnöke köszöntőiben arról beszélt, hogy augusztus 20-ának különleges üzenete van abban az esztendőben, amit a kormány a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulójára emlékezve a Nemzeti Összetartozás évévé nyilvánított. Az utóbbi időben azt érezzük, hogy a nemzeti identitás, a nemzeti tudat erősödik, és éppen most a 100 éves évforduló kapcsán ezt még inkább kell hangsúlyozzuk, hogy mi, magyar nemzet, egy vagyunk. Akkor is, hogyha viszontagságos körülményeket kellett megélni. Ács Rezső Szekszárd polgármestere az ünnepi köszöntő után stábunknak azt mondta, hogy Szekszárdon most különösen fontos, hogy összefogjanak az emberek. Több korábban tervezett városi fejlesztés ugyanis veszélybe került. Szükség van arra, hogy a város lakosság az próbáljon egyként gondolkodni, és a jövőben tekintve megpróbálja kimozdítani a városszekerét a kátyúval, és megpróbálja felállítani a talapzatára újra a város, hiszen erre nagy szükség lesz a következő években. A Szent István napi ünnepen vendéged itt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke az új kenyérrel összefüggésben a Magyarok Kenyere program sikerességét emelte ki. Az augusztus 20-ai városi program zárásaként az önkormányzati frakciók, az intézmények, valamint több civil szervezet képviselői is megkoszorúzták a Szent István szobrot.